A sikeres apa füzet és a nagyszülő füzet után megjelent a Három királyfi, három királylány mozgalom újabb kötete, a testvérfüzet, amelyben további gyermekek vállalására ösztönzik a fiatalokat. A kiadványt a Védőnői Szolgálat segítségével juttatják el minden Magyarországon megszülető gyermek szüleihez. El fogom kényeztetni? Többek közt ezt a kérdést is boncolgatja a néhány éve megjelent apafüzet. A kiskönyv felkészíti az édesapákat a babavárás szépségeire és nehézségeire. A sorozat következő része pedig a nagyszülőknek és a különböző generációknak nyújt segítséget. Számomra ez is nagyon tetszik. A kiadványokat a Védőnői Szolgálat segítségével juttatják el minden Magyarországon megszülető gyermek szüleihez. Nagyon örültek neki a szülők, ezek nagyon kis, kedves, nagyon aranyos illusztrációkkal ellátott tanácsokat ad, de mégis egy kicsit viccesebb formában. Az apafüzet és a nagyszülő füzet után most megjelent a testvérfüzet. A Három királyfi, három királylány mozgalom újabb kötete további gyermekek vállalására ösztönzi a szülőket. Szeretnénk, ha megszületnének azok a gyermekek, akik a fiataloknak a szívében megszületnek, hiszen ha megkérdezzük őket, akkor nagyon sokan 2-3 gyereket szeretnének legalább, viszont utána a valóságban mégsem születnek meg. A család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott, a kiadvány egy igazi nemzeti érték. A testvérfüzet, ez egy nagyon különleges kiadvány, azt hiszem ez is egy hungarikum, ahol egy kötetlen, mégis tartalmas formában mutatják be a testvér létnek, a testvér fogalmának a különböző elemeit. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a kormányzati támogatások, amelyek igyekeznek ösztönözni a testvérek megszületését, legyen a civil társadalom felől is egyfajta ösztönzés. Ez a füzet is egy ilyen. A családokat, a gyermekvállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések, valamint a kiadványhoz hasonló kezdeményezések úgy tűnik meghozták az eredményt. A legutóbbi statisztikák szerint ugyanis egyre több gyermek születik Magyarországon.